Ez a váróterem ebben az időszakban általában zsúfolásig tele szokott lenni. Az őszies, hűvös időjárás ugyanis leggyakrabban megsokszorozza a betegeket a Bajcsi úti gyermekorvosi rendelőintézetben. Most azonban a koronavírus járvány ideje alatt teljesen más az eljárásrend. A gyerekeket nem szabad behozni a rendelőbe, a szülők telefonon jelezhetik gyermekeik állapotát az orvosuknak. Gesztesi Stefánia gyermekorvos azt mondja, a legtöbb esetben a diagnózis telefonon keresztül is felállítható, és megbeszélhetők a gyermek otthoni ápolásával kapcsolatos teendők. Ha vényköteles gyógyszerre van szükség, akkor az e-receptre történt felírás után ez bármely gyógyszertárban kiváltható. Van egy protokoll, ami szerint kikérdezzük a szülőt. Voltak-e külföldön, találkozott-e, szoros kontaktusban volt-e olyan valakivel, akiről kiderült, hogy koronavírus fertőzött volt. Tehát ha ezeket végignézzük, akkor nagyjából el lehet különíteni, hogy ez egy sima őszi nátha, egy sima megfázás, vagy pedig annál sokkal több. Gesztesi Stefánia hozzátette, a gyermekorvosok elrendelhetik a COVID-19 teszt elvégzését minden olyan esetben, ahol felmerül annak gyanúja a tünetek alapján. Az új típusú koronavírus általában magas lázzal, torokfájással, íz- és szaglásvesztéssel, valamint nehéz légzéssel jár, a tünetek súlyossága pedig fontos jelzésértékkel bír abban, hogy egy átlagos megfázásról vagy a COVID-19 betegségről van-e szó. A gyermekorvos kitért arra is, számára nagyon fontos tanulság az, hogy alapbetegségeket otthon a szülők telefonos tanácsadás útján is könnyedén tudnak kezelni. Nincs szükség arra, hogy tömegek várakozzanak a rendelőkben tápszerek felírásáért vagy egyéb ügyintézésekért. Gesztesi Stefánia hangsúlyozta azt is, továbbra is nagyon fontos, hogy a gyerekek betartsák az alapvető higiéniás szabályokat, így a gyakori kézmosást és a kézfertőtlenítést is. Emellett lényeges a természetes vitaminok, különösen a D-vitamin pótlása, valamint a sok folyadék, lehetőleg tiszta víz vagy cukormentes teák fogyasztása.